üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint... Összeér a zsafkánk! A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint... Hajóteszteló! Leteszteljük az új hajónkat, de vigyázzunk a sapkánkkal, mert összeér a sültünk. Most már egy jó pár hete, ugye? Ja. Keresünk egy hajót, csónakot, valami olyat, ami nem olyan túl nagy, nem olyan túl pici, nem túl-túl drága, ilyen olcsóbb, kisebb hajót, ugye, hogy menjen ez a kis autónkhoz, ami ugye van nekünk, ugyanis ilyen nagy hajót nem tudunk vele elhúzni. Hosszú keresés után végre találtunk egy csónakot, hajót. És nem tudom, mi a hajó meg a csónak között a különbség? Én nem tudom. A hajó csónak, ez szerintem majdnem, hogy ugyanaz. A mai videóban ezt fogjuk letesztelni, még mielőtt kivisszük a nyitott vízre, ugyanis a Lukasszal úgy beszéltük meg, hogy mikor, jövő héten? Vagy jövő hét után? Ja. Majd valamelyik hétvégén ki szeretnénk vinni a nyitott vízre, ugye a tengervízre, és ma nem, máshol fogjuk tesztelni, mint itt a folyó vízen. A videó végén pedig nem más lesz, mint... Nyereményjáték! Ki fogunk sorsolni? Mit fogunk most sorsolni? Egy kulcstartót, valamilyen kisebb ausztáros dolgot, megint kulcstartót, ugye egy képeslapot, és a szerencsés nyertesnek el fogjuk küldeni. Van egy érdekes kérdésünk, mindig van érdekes kérdésünk, ugye? Most pedig eljött az a pillanat, amire régóta vártatok, legalábbis mi rettentő régóta, megmutatjuk nektek a hajónkat! Lukasz közben kicsit megszomjazott, mit iszol? Ez a tropikusi juice. Itt vagyunk lent egy ilyen parklóban, végülis egy ilyen park van itt, és a park mögött van egy folyóvíz. Majd mindjárt oda le fogunk sétálni, de még mielőtt megtesszük, megmutatom nektek, hosszú keresés után találtunk egy olyan hajót, csónakot, ami szerintem számunkra megfelel. Még mielőtt megmutatjuk a hajót, mekkora hajónak a mérete? Pici. Hány? Egy és fél ember belefér. Másfél személyes. Legalábbis az van ráírva a dobozára. Ugyanis ez a hajó csónak dobozba jött. Mutatom. Ez a mi új csónakunk. Nem többe került, mint $15. Képzeld el, le volt árazva $30. És ide van írva, itt van, látod a mérete, jön pumpával, jön evezővel, jön ilyen kicsi kis kötéllel. Itt pedig mutatja, hogy egy ember és egy fél. Tehát egy felnőtt is a gyerek fér bele, nem több, mint 120 kilót bír el az új csónakunk. Most megyünk, rendben van, megittad a juice-odat? Ja. Oda le, arra látod, oda le a folyóvízhez, és kibontjuk, felpumpáljuk. Én rettentően izgatott vagyok, te is alig várod? Ja. Több mindent fogunk tesztelni, beleférünk-e, mi fér bele, belefér-e a hűtőtáskánk, ugyanis hoztunk italt, hoztunk enni. Jövő héten vagy valamelyik nap el szeretnénk menni ugye erre nyitott vízre, ide a tengeri vízre, és kint leszünk legalább egy ilyen fél napot, lehet, hogy egy egész napot, oda megyünk el egyet kirándulni, én és a Lukasz, ezért szerettük volna kitesztelni itt a sima folyóvízen, hogy bír ki minket ez a csónak. Hoztunk magunkkal úszómellényt, ez nem az enyém lesz, hanem a Lukaszé. Aztán ezen kívül hoztunk magunkkal hűtőzsákot, hűtőtáskát. Ebben van sok jó dolog, például ital, meg ilyen kicsi kis megpattogatott kukorica. Ugyanis a Lukasz szereti a pattogatott kukoricát. Te a gyúszodat már megittad, de hoztunk vizet is. Csak véletlen rossz vizet hoztunk, ugyanis nem mást hoztunk, mint szódavizet. A Lukasz, te mennyire szereted a szódavizet? Nem nagyon. Na mindegy. Úgyhogy legalább van nálunk víz. Ha nem is rendes, de szóda van. Reméljük, hogy bele fog ez is férni a csónakba, hogyha nem, akkor majd húzzuk magunk után a hűtőt. Megérkeztünk, itt vagyunk lent a folyó mellett. Látod? Azért itt akarjuk kipróbálni, mert ugye itt nincsenek hullámok, nincsenek hajók a közelünkben, tehát hogyha valami véletlen rosszul sül el, akkor vissza tudunk úszni ide ugye a partra. Amúgy ott a távolban, nem is olyan túl messze, ott az autópálya, látod? Ott mennek az autók, az előbb mi is ott jöttünk, aztán el fogunk evezni majd arra felé, befelé, meg arra felé, és megnézzük, meg megmutatjuk nektek is, hogy mi van ott. Közben a Lukasz már veszi fel az életmentő mellényét, de most miért veszed fel? Fel kell pumpálni a hajót, ám tudod, ugye? Amúgy itt a hajónk, itt az eszkink, úgyhogy ezt most kivontjuk, és felpumpáljuk. Reméljük, hogy a pumpát nem felejtették ki belőle. Bontam a dobozt! Várjál! Nem olyan túl nagy doboz, úgyhogy a hajó sem olyan túl nagy, nem is volt olyan túl nehéz. Van itt egy ilyen... Ezt miért adták, Lukasz? Ez egy vonalzó. Miért adtak vonalzót? Látod? Aztán ezen kívül van benne evező, egy pár, ugye kettő darab.
Az evezőn kívül bent van a hajó, és a pumpa az egyik leglényegesebb dolog. Evezőt rakjuk először össze, tessék! Ilyen három darabba jött az egész, és így össze kell csavarozni. A pumpa készen van, látod, ezt ide fel kellett csavarni, és ilyen jön belőle a levegő, úgyhogy talán jó lesz, a Lukasz még mindig ott megbirkózik azzal az evezővel, várjál, itt a másik vége. Evező készen van, úgyhogy most nem más jön, mint a hajó. Na húzzad, kinyitjuk, és oda nézd mekkora, te, ez jött kötéllel, látod, jött kötéllel. Hát nem mondhatnám olyan túl nagy halon. Bele fogunk ebbe férni ketten? Nézze, te nem ám valami vonatta a fű alatt, aztán kívül, ki még fel sincs fújva. Hát te biztos, hogy beleférsz, hogy én beleférek-e? Na várjál, úgyhogy pumpáljuk! Vagyok, felpumpáltam, te a Lukasz nem akarta pumpálni, de olyan sokáig végül is nem tartott, mutatom. Ez a mi szép új hajónk. Lukasz, mit szólsz hozzá? Nagyon pici, de szerintem nagyon jó lesz. Amilyen pici, annyira jó lesz. Úgyhogy oda berakjuk, oda a vízbe, itt fogunk belemenni, és megnézzük, hogy mi fér bele, meg mi nem. Rendben van? Akkor húzzuk, vagy toljuk, húzzuk, visszük. De várjál, cipőt le kell venni, papucsodat dobjad bele szerintem te is. Oda belelépünk. Dobjad. Úgy. Várjál. Azt hiszem, hogy a kötelet rá kéne tenni, nem? Nem, nem rakjuk rá a kötelet, de rá kéne, mert hol a kötél, fogjad? És kaptunk hozzá kötelet is, hogy ki tudjuk kötni. Az itt maradt fönt az eszkibe. Fogja a hajót, már elmegy. Nem. De, fogja a hajót. Hát hol megy a hajó? Elmegy. Fogd meg. A Lukasz levette a mellényét, ugyanis túl nagy neki az a mellény, mert ez nem gyerek mellény, de várjál, amúgy jó a víz, én is jövök. Benn vagyunk. Várjál, te tartod a kamerát. Benne vagyunk, próbálok, várjál, kimenni. Fogd a másik evezőt. Azt hiszem, hogy van egy probléma, ugyanis ha belerakjuk ide az evezőt, olyan pici a hajó, hogy nem tudok evezni. Úgyhogy egy evezővel fogom most megpróbálni. Várj, ott a lábam, látod? Ekkora, hogy itt ülök én, ott ül a Lukasz, pont, én pont beleférek, meg pont te is beleférsz. Én azt hiszem, hogy így, talán hogyha itt most beledugom, a Lukasz ugyanis visszafordult, és talán így most tudok evezni egy kicsit jobban. Nem, nem tudok. Ezt az evezőt nem ide találták ki, komolyan mondtam. Hallod? Nem csoda, hogy ez 15 dollár volt ez a hajó. Na, eleveztem egy darabig, a Lukasz ott élvezi a kilátást, meg a meleget, még szóval szerencsére túl-túl meleg nincsen. Nézd, ott az autópálya, látod? Azok most ott mind minket néznek, hogy mit csinálunk ilyen kis pici hajóval, amúgy onnét jöttünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy leveg a vízen, legalábbis nem is leveg, úszik a vízen, miket mondok, úszik a vízen, úgyhogy azzal nem lesz gond. Nem, Lukasz, ha kivisszük a nyitott vízre, az úszással nem lesz gond. Legalább azt tudjuk, hogy nem Lukasz. Úgyhogy most nem más próbálunk meg, mint egy kicsit arrébb megyünk, és megnézzük, hogy mi történik, ha például valamelyikünk beleesik. Visszajöttünk ide a szélére, ugyanis a Lukasz addig kiszállna, hogy véletlenül is beleburuljon a kamerával, meg a telefonnal, meg mindennel. Ki tud szállni? És utána én visszamegyek, és le fogom tesztelni ott bent valahol, hogyha felburul a csónak, mi fog történni, hogy tudok rá vissza beszállni. Mit csinálsz? Már kint vagy a szélén. Megy! Rendben van, akkor belököm magamat. Aztán filmezzél rendesen. A csónakból, te! Végülis olyan nagyon nehéz nem voltam, ugye nem tudom, hogy tudtad-e vagy nem, de itt nálunk a folyó, ez a folyóvíz sós, olyan, mint az óceán, ugyanis ez a víz, ugye az óceánról, a tengerből jön ide fel, mifelénk, és azért sós a víz. Amire meg, hogy még vigyázni kell,
itt ezen a részen, itt az egész részen, ezen a folyó részen feljöhetnek a cápák, és beleharaphatnak a lábadba. Ja, mi nem tudtad? Hányszor mondtam már neked? Itt ahogy vannak kutyák között, jönnek le a kutyák, mennek itt bele mindenhol, és sokszor előfordul, hogy jön a cápa, a kutyába beleharap, és elviszi, vagy leharapja a lábát, úgyhogy vigyázzál, te is vigyázz a lábadra. Ki tudja, hogy mi van ottam? Sose lehet tudni. Amúgy itt sok minden van, lehet itt kígyó is ilyen. Olyan látod ott, mi van bent? Ilyen, ó, mint a krokodil akar onnét kijönni. Bár itt nincs krokodil. Mit mondasz? Mit akarsz látni? Menj, nézd meg, olyan, mint a krokodil jönne ki onnét. Nem? Mondjuk itt nálunk nincsenek krokodilok, úgyhogy azért nem kell félni, de cápa előfordulat itt ezen a részen. Ugye most visszamegyünk, megnézzük, tudod, mit néztünk most le, hogy belefér-e az eszkink, vagy nem. Azt mondja Lucas, hogy az eszki nem fog oda beleférni, én meg ő, úgyhogy én kitaláltam valamit. Na közben nézd, jöttek kutyák, látod? Mindjárt a cápa azt elviszi őket is. Itt ez a sárga kötél. Ott van az eszki, úgyhogy azt találtam ki, hogy az eszkire rákötjük ezt a sárga kötelet, és jön mögöttünk. Rendben van. Nem hiszem, hogy el fog süllyedni. Várjál, kihúzlak egy kicsit ide. Na, ide rákattintjuk, amúgy az ilyen autóhúzó kötél, de szerintem jó eszkit húzni is vele, ha jó van. Na, várjál, na, belement, látod? Szerintem jó lesz. Az eszki az nem tud ugye elsüllyedni a vizen, legalábbis nagyon remélem. A másik felét meg ide behúzzuk, és a másik felét pedig ide fogjuk rákötni, oda néz. Rákötni, rákattintani. Na, készen van, rákattintottuk az eszkit, úgyhogy most belöklek, aztán megyek utánad. Jön utánunk az eszki? Jön. Látod? Elég jól tudjuk húzni. Ez ilyen olyan, mint az utánfutó, csak ilyen eszkis. Csak az a baj, hogy az eszkivel is ugye kiszedtem mindent, mert hátra belemegy a víz, hogyha lesz benne ital is, meg minden, talán nem fog így felborulni, de jön utánunk. Látod? Szépen úszik a vízen. Na, vissza kijöttünk, ugyanis most más dolgot fogunk tesztelni. Jött ki a tennünk az eszkis, hogy ott megy egy hajó, egy csónak. Mögöttünk, ott látod? Jön erre kifelé, vagy arra felé. Most pedig már másunk tesztelni, mint azt, hogy a Lucas hogy tud evezni. Hát ha én ugye belesek a vízbe, vagy valami történik, és a Lucasnek oda kell értem minden, és ki kell menteni, ezt fogjuk most letesztelni. Itt maradok a parton, belököm a Lucast. Lucas, álljál, löklek! Rákapaszkodtam egyet a csónakra, ugyanis a Lucas még mindig, ahogy látjátok, próbál evezni össze-vissza, csak nem nagyon megy neki. Úgyhogy most azt fogjuk megpróbálni, hogyha visszajöttem mondjuk a hajóra, el tudok-e evezni? Látod, itt a motorcsónak. Jaj, jön egy motorcsónak! Egy igazi motorcsónak, te! Mindjárt nekünk jön. Oda nézd, látod, ilyen gyorsan megy? Az az igazi motorcsónak, nem a miénk. Az enyém az most ilyen, tudod milyen lesz? Milyen? Egy ilyen lábcsónak. Evezni, ez lesz a motoros lábcsónak, figyelj! Ja, én vagyok a motor, itt fekszek a végén, hoppá, jönnek a hullámok. Látod, itten kapálózik a lábam, és elég gyorsan tudunk menni, főleg, hogyha a Lucas itt nem elkezd irányba próbál evezni mindenfelé. Ne, rossz felé evezzel, majdnem fejbe vertél. Tudom! Kiérkeztünk! Kieveztem. Melyik jobb ez a melyik csónak jobb? A modern motor csónak, vagy te evezésed? Te. Azt hiszem, hogy az én lábtechnikámmal gyorsabban tudunk menni, mint a Lucas evezésével. Most pedig nem más mit csinálni, mint visszaülök egyet hajóba, és megnézzük ott a túrrészt, megpróbálunk oda átevezni. Látod, ott ilyen sziklás hely van, megnézzük, hogy mi van azon a felén, meg mi más egyebet lehet itt látni, amúgy itt áll egy hajó, egy ilyen csónak, vagy horgásznak, ugye nagyon sokat itt lejönnek horgászni is. Látod, ott a távolba, ott a híd alatt. Készen vagy? Megvan mindenünk? Rendben van, úgyhogy belugrok én is, aztán evezünk tovább! Átemeztük ide a túloldalra, nézd! Itt vagyunk, majdnem, hogy kikötöttünk. Onnét jöttünk, látod? Onnét szemből. Onnét. És itt végig egy ilyen park van. Arrafelé, hogy látod, házak vannak. Látod ott fent, arra el lehet menni, arra mész ki, hát jó messzire, be lehet menni szörfözbe, és onnét ki az óceánra. Úgyhogy, mit gondolsz? Szerinted ki tudjuk vinni most a nyitott vízre? Ja. Rendben van, kipróbáltunk. Én azt mondom, hogy kipróbáltunk mindent. Nem még. Mit? Akkor, hogy te beugrok. Én beugrok? Megint. Persze, itt a közepébe beugrok, Gino. Ne?
Annak mi az értem, hogyha én beugrok itt a közepén? Nevetem? Jó, te nevetsz, rendben van. Várj, a hullámokat nem teszteltük még le. Figyeld! Én már teszteltem. Látod, így megy össze-vissza a hajó. Semmi. Mi az, hogy ez semmi? Ugye van egy kis hullám, így rászkodik össze-vissza a hajó. Én nem tudom, hogy megy a hullám, mert én voltam benne, mikor volt a hullám. Mégis, ha ennél olyan hullámok nem lesznek, akkor nincsen baj, de hogyha ennél olyan a hullám, akkor tudod, mi a baj? Akkor bejön ide, és telibe vág minket a víz. Beleugrunk, persze, beleugrunk. Te nem! Jön egy jetski, oda néz, jön egy jetski! Látod, ezek fognak tudod mit csinálni, rettentő nagy hullámokat majd itt mindjárt. Ott mennek, egy, kettő, és ott a harmadik. Lehet, hogy mi is jobban jártunk volna inkább egy ilyen jetskivel. Nem, mire ide értek a hullámok, addigra lelassultak, látod? Épp hogy csak lebegünk a vízen. Úgyhogy most elindulunk. Ez nagy, ez nagyon nagy, ez semmi se, te, kint a nyitott vízen, ó! Hát ez nagyon, jobban lehet ezt azért érezni, mint az először. A kint a nyitott vízen ennél ezek nagyobb lesznek. Na várjál, visszavezünk oda! Jövünk visszafelé, már nem kiértünk, amúgy ha kinyújtjuk a lábunkat, látod itt az enyém, pont annak ezt az orrában. Pont odáig, nem fogom oda rakni, látod? Pont odáig ér el a lábam. Hello! Úgyhogy még mindig akarod? Még mindig akarod. Azt mondta Lukasz, még mielőtt kimegyünk, bele kell, hogy ugorjak a vízbe, innét a hajóról, mondta neki, akkor ki kell szállni. Biztos, hogy ki akarsz szállni? Ja, és nem bele... itt. Nem itt, ott arrébb. Ott. Kiugráltuk magunkat, kieveztük magunkat, elmegyek visszafelé. Ha Lukasz ott van, te akkorát estem bele a vízbe. Fú, tiszta sós a szám mondjuk. Mi van, rendben vagy? Meleged van nagyon? Nem nagyon. Nem nagyon. Várja, megjöttünk. Te, amíg ezzel a vízzel az a baj, nagyon úsztél, ugye nem szabad. Mert sosem lehet tudni, hogy mi van benne, azért a Lukasz nagyon nem akarom belengedni. Hogyha velem valami történik, Max a cápa learapja a kis ujjamat. Ugye most mit csinálunk? Iszunk egy jó nagyot, ugye? Aztán hova megyünk vissza az autóhoz, vagy ide a parkba? Mi van? Víz! Vizes, Muti? Vizes a szád, vagy mi van? Úgyhogy még ellenfelejtjük, mit ígértünk a videó elején, mit csinálunk? Nyereményjátékot! Nyereményjátékot! Hogyha részt szeretnél venni a játékban, semmi más nem kell tenned, mint fel kell, hogy legyél iratkozva ugye erre a csatornára, egy lájkot nyomni erre a videóra, és helyesen kell válaszolni el a kérdésre, bár nincsenek rossz válaszok erre a kérdésre, amit most kérdezek tőletek, te mondod a kérdést, vagy mondjam én? Te. Én mondom. Mindent én mondok ma? Mondjad te! Melyik a kedvenc hajód? Melyik a kedvenc hajó? Tehát vitorlás hajó, motorcsónak, elvezős csónak, jó, ilyen ez a csónak, bármilyen, hogyha... Kaja! Mit? Kajak! Kajak, nem kaják, kajak! Jó, ja, kajak. Hogyha a pénz ugye nem számítana, tehát hogyha megengedheted magadnak, milyen hajót vagy csónakot vennél magadnak, ide a videó alá írjátok meg, hogy a részt szeretnének venni ugye a játékban, neked melyik a kedvenced, vagy milyen hajót vennél? Vagy jetskit? Egy nagy cruise! Egy nagy, milyen tengerjárót? Ja. Ja, de azzal itt a folyón nagyon nem lehetne menni. Én nem tudom, egy ilyen kisebb hajót, nem olyan túl nagyot, nem olyan túl kicsit, olyan középméretűt. Hova ki tudnánk menni az óceánra, itt a folyón tudnánk vele menni, a hátuljára egy jetskit kötni, egy ilyen másik csónakot. Mára ennyit, remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót is. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézitek. Várjál! Sziasztok!